A harmadik kerületi Polgár utca és a Kórház utca ékében különleges ötlettel egészítették ki a panelprogramot. A nemrégiben újra szigetelt panelházak falán ugyanis római légiós katonák, tógát viselő alakok beszélgetnek egymással, felidézve az egykori római katonai és polgárváros emlékét. Ezen a területen ugyanis római légiótábor létesült, mint egy 2000 évvel ezelőtt. Emlékezetét pedig most már nem csupán a megmaradt ókori falak, hanem a stilizált falfestmények is őrzik, amelyek Sárosi Anita munkái. Az Aquincumi légiótábor 480x520 méter alapterületű négyszögét védőfal vette körül. Belső oldalán tornyok álltak, egyiküket a Polgár utca 7 szám előtt tárták fel. A falfestésre készült terveket a házak lakói szavazták meg, és végül az általuk választottak kerültek fel a falra. A projekt célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az itt található római kori építészeti és régészeti értékekre.